1986-ban volt, ezt azért emlékszem rá, azt már nem tudom, hogy ez nyár vagy ősz, de valószínűleg nyár és ősz közelében valamikor, kettő között, vagy esetleg ősszel, mert hogy innen Érsekújvárból elkezdtünk szervezni egy mail art kiállítást Kassák születésének 100. évfordulójára, és ehhez kértem segítséget Gyuritól. Akkor már úgy hallásból ismertük egymást, hogy ismerkedtem az underground kultúrával, akkor már azt hiszem, hogy publikáltam is egy-két helyen, ilyen underground lapokban, főleg irodalmi lapokban. Na és aztán ennek kapcsán mentünk föl, hogy címeket adjon, vagy segítséget ahhoz, hogy meg tudjunk szervezni egy rendesebb Kassák mail art kiállítást, és hát így aztán egy többszöri találkozás, címmásolás, stb. Stb. És így indítottuk be aztán ezt az egész mail artot, ami aztán meg is valósult 87-ben. Gyakorlatilag onnantól kezdve aztán kapcsolatban is maradtunk, meg kapcsolatban is vagyunk. Volt egy, még a legelején éppen akkor, amikor ezeket a címeket másolgattuk, megérkeztünk oda, azt hiszem, hogy Petőc Andrissal, meg még valaki, lehet, hogy ez Károsi is ott volt, már most nem emlékszem rá, hogy ki mindenki, de hármasban mentünk oda, és megérkeztünk hozzá, Gyuri megkérdezte tőlünk, hogy ittunk-e ma már sört. Mondtuk, hogy ittunk, akkor azt mondta, hogy akkor beszélgessünk. Hát így indult a, így indult a munka, ahogy kell, úgyhogy ez volt egy olyan sztori, ami hát, megmaradt. Hát végül is nem jellemző, mondom, hogy azóta is kapcsolatban vagyunk, de egy jó kezdés volt. Aztán ott egy másik, azt hiszem, hogy ez már 88-as, amikor a Polyphonics Fesztiválra meghívtak minket Tarascon-ba, de együtt mentünk a Petőc András, Székely Ákos, Gyuri és én négyesbe, Pap Tibor pátyolgatásával ő vitt minket mindenfelé. Az egy nagyon szép út, úgyhogy ott rengeteget beszélgettünk, szervezkedtünk, jó volt maga a fesztivál is, aztán később ők meg is hívták a Polyphonics Fesztivált, azt hiszem 96 igen, környékén, nem volt, is igen, emlékszem pontosan mikor, azt már a Gyuriék intézték Budapesten.